Ha a Tippixen szerepelt volna, a Szekszárdi UFC Asztra Kiskunfélegyháza női futzál Magyar Kupa döntő, aki a Szekszárdra tesz, biztosan nagyot kaszálhatott volna. Mert hogy a Szekszárdról és Tolnáról eligazolt hazai topjátékosokkal is teleküzdelt ellenfél volt a toronymagas esélyes, a Buchmüller Petrával és a hirtelen leigazolt Megyeri Boglárkával együtt is mindössze 16-17 éves átlagéletkorú az NB1-es létér küzdő Szekszárddal szemben. Csodával ért fel már az is, hogy a kis Szekszárd kihúzta a szombathelyi fináléban kapott gól nélkül, és 6 másodperccel a vége előtt kis Gabriella romokba döntötte a félegyházi álmokat, és belőtte a győztes gólt. A szekszárdi csapat a díszes vándorselleg elhódítását, a klubtörténeti győzelmet a soron következő hazai bajnoki után szurkolójával együtt idehaza is megünnepelte. Az a fajta munka, amit mi 4,5 év az utánpótlással elkezdtünk, ezzel az első sikerrel úgy gondolom, ami nem is kicsi volt, hanem egy hatalmas siker beérett, hiszen az első utánpótlás edzésünkön ott volt ugye Kágyi Rebeka, Csóka Panna, Kovács Kinga, és még Dombi Katát is megemlíthetem, aki ugyanúgy ott kopogtat az első csapatnak a kapujába. Tehát ez mutatja, hogy jó úton haladunk, és az utánpótlás, amit én hangoztatok már hosszú ideje, tehát hogy nekünk a jövőnk az utánpótlásban van. A gerincet adó szekszárdi fiatalok között kis Gabi gólérzékenységét, csatárerényeit most is felvillantotta, alig ha véletlen, hogy éppen ő lőtte be a győztes gólt az Asztrának. Úgy mentünk Szombathelyre, hogy ez nekünk már egy jutalom, tehát ha kikapunk, ha nem, nekünk teljesen mindegy igazából, ez a jutalom, hogy ott lehetünk. A felszabadultság érzése abszolút pozitívan hatott az egyéni teljesítményekre. Már az is bravúr volt, hogy az elődöntőben legyőzték az NB2-es bajnokjelölt Budaörsöt. Ott nagyon feszülten játszottunk, látszott is az eredményen is, ugye hosszabbítás döntött, viszont az Asztra ellen igen, nagyon felszabadultan játszottunk. Nagyon jókor jött a rutinos, volt válogatott Megyeri Boglárka visszatérése a szekszárdi csapatba. Lett egy igazi vezéregyéniség a pályán és azon kívül is. Most egy kis időre nálam is fényszakadás történt, de kezdek visszatérni. Kellett ez a kis idő, hogy futszál nélkül legyek, de már nagyon hiányzik. Úgyhogy valószínűleg visszatérek. Érdekes, hogy miért éppen Szekszárda, ahol meglehetősen szegényes az eklézsia, különösen a többiekhez képest, és az NB1-es szereplés sem biztos.